Sok szeretettel üdvözlök mindenkit itt ezen az egynapos zennek a végén, bár nem csak egynapos zenesek vannak, hanem vannak templomi segítők, vannak templomi lakók, úgyhogy mondhatnám, hogy templomi lakók, szevasztok, egynapos zenesek, szevasztok. De nem mondom, helyette együtt mondjuk el az Om Náma mantrát 7-szer. Köszönöm szépen, ez volt a Tiszta Univerzum mantrája 7-szer, és ezzel szépen kisikáltunk mindenféle egyenetlenséget, elfelejtettétek a kérdéseiteket, amik lettek volna. Én elfelejtettem, hogy miről szerettem volna beszélni, tiszta lappal indítunk, de hát a tiszta lapot azt néha azért mégiscsak a prekoncepciók már egy picit elődombor nyomták. Ami egyébként nem jó, meg nem rossz. Kérdés, hogy mennyire akarunk mi tiszta lappal indulni minden pillanatban, és mennyire tudunk tiszta lappal indulni. És az a tiszta lap, ez pillanatról pillanatra tiszta marad-e, vagy nem? Ugye mikor már ráírunk a papírlapra, a papírlap már egy csomóféle lehetőséget elveszít. Mert mihelyst a forma előttiségből kijön, ugye fizikailag ezt a papír jelképezi, tehát mikor a forma már beletolul így a valóságunkban, ott az már ugye azzal már valamit kezdeni kell. Ott már bizonyos dualitások megjelennek, bizonyos akadályok is, és ezért nem mindegy az, hogy mielőtt a forma létrejött volna, legyen az írás, legyen az szó, legyen az gondolat, legyen az cselekedet, hogy milyen minőség az, ami ezt a forma előtt megelőzi. Tehát nagyon fontos az, hogy hogyan csináljuk a dolgokat. Talán legtöbbször még fontosabb a hogyan, mint a mit. Mert a hogyanban van benne az irányvétel, a hogyanban van benne a szándék, és a hogyan adja meg legtöbbször a pillanatnak a minőségét. Mert akármennyire is szeretnénk mi objektív létezők lenni, hát nem vagyunk. Akármennyire is szeretnénk leválni az érzékekről, és azt mondani, hogy hát nekem nem fáj semmi, engem nem idegesít semmi, nekem nem büdös semmi. Hát nem igaz. Ugyanakkor képesek vagyunk ezt a dolgot valamilyen szinten uralni. Az képesek lehetnénk ezt a dolgot valamilyen szinten uralni, de csak akkor, hogyha azt a lapot legalább valamelyest letisztítottuk, és hogy már ne ismételgessem ezt a lapot, inkább cseréljük le ezt a lapot tükörre. De ez nem egy kétdimenziós tükör, hanem ez egy háromdimenziós tükör, ami térszerű. Hát ezért mondjuk, hogy tartsuk meg a
tiszta, térszerű, tükörszerű tudatot. De hát azt már ugye el sem tudjuk képzelni, ugye, hogy a tükör az a képzeletünkben, amikor képezünk, képzelünk, az kétdimenziós. Akkor is, hogyha ott úgy látszanak valamiféle térviszonyok, a tükör meg a kép az kétdimenziós, és hogy lehet az, hogy akkor háromdimenzióban is tiszta, térszerű és tükörszerű legyen a tudat? Hát, ezen most néhányan közületek látom, hogy elgondolkozott, és amikor elgondolkozunk, akkor kell pontosan visszatérni a gondolkodás elé. És akkor legalább egy pillanatra tiszta, térszerű és tükörszerű tud lenni a tudat, és akkor abban egy olyan minőségi diverzitás van, amiben bármi megtörténhet. Ugye a zen körben talán már hallottatok róla, van az első, a 90 fok. Amikor nagyon kötődünk az anyaghoz, nagyon logikusan akarjuk, nagyon mi szeretnénk magunknak, nagyon erős az énség, nagyon ragaszkodunk a fogalmakhoz és a formákhoz, 90 fokig általában a külvilágot hibáztatjuk a saját szenvedésünkért, erőszakkal próbálunk elérni dolgokat, stb. Stb. Aztán rájövünk, hogy ez nem működik. 90 foktól 180 fokig, akkor elkezdjük ezt a dolgot valahogy leépíteni, meghaladni. És 180 fok az, amikor ez a tiszta, térszerű, tükörszerű üresség bekövetkezik, bekövetkezhet. Viszont ehhez is lehet ragaszkodni. Az ürességhez, mint amikor a hegyek közé elmegy valaki, és azt mondja, hogy hát én akkor most többet nem akarok érintkezni a társadalommal, de ezt meg lehet tenni egy nagyvárosban is, amikor azt mondja, hogy én már pedig nem akarok többet se ezt csinálni, emberekkel sem érintkezni, és ez a ragaszkodás az ürességhez, ez szintén egy ragaszkodássá tud átalakulni. 180 foktól az ürességből jön a 270 fok, amikor már bármiből bármit tudunk csinálni. Itt a szabadsághoz lehet ragaszkodni. Amikor bármilyen formából bármilyen formát át tudunk kötni bármilyen formába, mert nem ragaszkodunk, nincsenek bennünk fosszilis kényszerítő maradványok, viszont ez a szabadság, ez is lehet kényszerítő. És akkor most nem akarok mélyebben beszélni a zenkörről, rengeteg dharma beszédben és rengeteg írásban ezt végig lehet követni, de 360 foknál pedig ugye, ahogy mondják, hogy megvilágosodás előtt a zen tanítvány fát vág és vizet hord, miután megvilágosodott, fát vág és vizet hord. Viszont közben mégiscsak megtett egy kört, és itt talán a hogyan, amivel kezdtem, az a minőség, az az, ami meg tud változni. És hogyha a hogyant, ezt a nagyon nagy életfeladatot, hogy megszabadulni a szenvedéstől, és megszabadítani minden érző lényt, segíteni minden érző lénynek, hogyha ez mondjuk áthatja a bármiféle tevékenységünket, amit csinálunk, akkor ez a hogyan pillanatról pillanatra friss lehet, ez a hogyan pillanatról pillanatra energiával teli lehet, élettel teli. Mert hogy az élet az maga ez lenne. Ez a pillanatról pillanatra a hogyan, vagy a mi ez. És hogyha ezt az érdeklődést miközben fejlődünk is, miközben szenvedünk is, és a másik oldalon eközben ezeket szépen le is építjük, vagy meg is haladjuk, ebből egy olyan egyensúly tud előlépni, ami nagyon szépen tudja támogatni az intuíciót. Mert ugye a kisgyermek az nagyon spontán, nagyon-nagyon koncentrált, nagyon nagy a figyelme, viszont mivel a tapasztalat nincs mögötte, ezért konkrétan veszélyes. Később a tapasztalat mögötte van, viszont akkor már túlságosan sok lesz benne a gátlás. És akkor eljön ide az eredeti fényzen templomba, 30 évesen, vagy 20, vagy 40, vagy bármikor, és azt mondja, hogy ezeket szeretné meghaladni, mert ezek már akadályozzák őt. És akkor itt elkezdünk megint
tipegni, topogni, megpróbáljuk két lábra állítani a tudatunkat, hogy egyensúlyba legyen, hogy valamit tudjunk vele kezdeni, és hát észreveszünk, hogy bizony ezzel ugyanúgy munka van, de hogyha mellette van már az az óvó tapasztalat, akkor egyszerre működhet a spontaneitás és a tapasztalat, és ezt érezzük, hogy ez ebből jó tud, jobb, valami jobb dolog tud kisülni. Mint ahogy egy színpadi előadásból akkor tud igazán jó dolog kisülni, hogyha miután technikailag, tapasztalatilag, kognitíve teljesen megvan a szöveg, megvan akár a figura, azt szépen onnantól kidobjuk, és megmarad a minőség. És akkor már nem kell foglalkozni a formával. Csak nagyon formafüggőek vagyunk legtöbbször, és azonosítjuk magunkat, életünket, a létezést, mindent a gondolatokkal, azonosítjuk a félelmeinkkel, azonosítjuk a vágyainkkal, és elvárnánk, hogy ezek a dolgok, ezek visszaigazolódjanak, de nem fognak, soha nem fognak. És kinek ennyit, kinek annyit kell szenvedni addig, amíg rájön, hogy bizony, ezért én felelős vagyok, és ezért magamnak kellene tennem. És ezek a dolgok egyébként borzasztó egyszerűek lennének, ha nem lenne annyi generációs üledék ezen a látásmódon, hogy észrevegyük, hogy nem kell szerteszéllyel gyámbászni egymás testét, lelkét, tudatát, lehet egészen normálisan együttműködve is élni. Csak hogy ehhez, hogy ezt észrevetjük, sokszor kell egy ilyen hely, ami erre lett kinevezve, mert máshol nagyon-nagyon-nagyon sok a zaj a hétköznapi életünkben, és általában a csoport és civilizációs karmánkban nem igazán támogatódik az ilyesfajta életnézet, vagy nem is életnézet, hanem működés, holott ez lenne az, ami természetes lenne. És nehéz visszatalálni a természetességhez, mert természetellenesnek tűnik sokszor. De tovább nem is ragoznám, a kérdés az tőletek jön, ha jön, és vagy zennel, vagy bármifélével, ami a zenhez kapcsolódik, már pedig a zenhez minden kapcsolódik. Hogyha kérdésetek van, akkor azt örömmel fogadom, és megpróbálom megválaszolni. Van-e valakinek valamilyen kérdése? Itt beszéltél fejlődésről, ez mindenképp lináris. Ha valaki mondjuk megtapasztalja a dualitásnak a lebomlását, akkor ha ezt nem gyakorolja, vagy visszatér a zajba, akkor nem tudom, elfelejtheti, vagy az a tudás, amit megszereztünk, már a miénk, és más, onnantól kezdve már másképp látunk mindent, és nincs visszaút. És István már a harcra készül. Mondta, dualitás, linearitás, a miénk és a tudás. Ezek azok a kulcsszavak, amik nekem felötlöttek. Először is szeretnénk megszerezni egy tudást. Tehát sokszor elvárásokkal jövünk egy gyakorlatra, hogy na, akkor itt most valamit megszerzünk, és akkor az most már akkor onnantól a miénk. És hogyha miénk, akkor bármikor elő tudjuk azt venni a tarsóból, és tudjuk használni. Azért, mert szeretjük a becsomagolt dolgokat, fogyasztói társadalomban élünk, és szeretünk birtokolni, és ez az alap ösztöneinknek az egyike, és szeretnénk, hogyha az énségünket ki tudnánk terjeszteni a világra is, és ezért azt gondoljuk, hogy mi, akkor ez a miénk. De itt a gyakorlat során pontosan az történik, hogy ez az én, enyém, ez az I, my, me, ahogy angolul mondani szokták, ez minél jobban lecsökkenjen, és pedig azért, hogy ne álljon akadályába, ne álljon útjába annak a látásnak, annak a szabadságnak, amit a pillanat tisztasága felajánl neked pillanatról pillanatra. Azaz ez. Szeretnénk azt hinni, hogy megvan a megvilágosodás, aztán azt a megvilágosodást, azt aztán letudtuk.
És akkor onnantól már akkor mindent látunk, mindent hallunk, stb. Stb. De hát nem így megy a dolog, mert tudjuk, hogy azt elérni, bepillantani, tiszta pillanatok lehetnek, de megtartani nagyon nehéz. És pontosan azért nagyon nehéz, mert a megtartás, amit mondta, hogy akkor az az enyém, abban a pillanatban, hogy meg akarod tartani, már nincs. Mert a megtartás akarása, a birtoklás akarása, az már is odaépített egy ilyen tömböt, ami ezt a flót megszakította. És a tudás, amit mondta, hogy megszerzek egy tudást, hát mi azt tanítjuk itt, hogy szerzd meg a nem tudomot. Mert minden tudás mögött, a vélt tudás mögött és forma mögött, mint ahogy az elején említettem is, minden forma mögött ott van a forma előttiség. Minden forma előtt ott van egy minőség, egy teremtő, teli üresség, ha úgy tetszik, amiből még minden lehet. Csak ezt is konkrétizálni szeretnénk. Tehát szeretnénk úgy csinálni a palacsintát, hogy lehetőleg csak egy kicsi vizet kell önteni bele, és akkor megkavarva. Most ez jutott eszembe. De ne akarjunk ilyen előre gyártott dolgokat, mert az egy idő után megromlik. És ez, hogy meg akarjuk, hogy megszerezzünk valamiféle tudást, és ez a miénk, valamiféle tapasztalat, ugye a tapasztalat szóban is fogalmják bennem, hogy tapad, tapasztalat, hogy bennem, mint egy agyakszoborra úgy tapasztaljuk rá a formát. Az, hogy te a tapasztalataidból milyen formákat hozol létre, az a te felelősséged, mert te eleve egy formát öltött létező vagy. Két kezed, két lábad, ez eleve konkrétum, aztán még szemüveg is van rajtad, még gondolataid is vannak, és érzelmeid is vannak, stb. De ez mind ugye a formavilághoz tartozik. De felszoktuk azt a kérdést tenni, hogy honnan jöttél, mielőtt megszülettél? És hát ott igen, szeretnénk, amikor lehozunk a polcról, sokszor leveszünk ilyen dolgokat, hogy hát a lelkem ez, meg a lelkem az, meg a bizonyos fogalmakat egy picit úgy magunkra veszünk, és azt gondoljuk, hogy ja, akkor ez most segít. Persze, segít az énség alkotásban, segít általában abban, hogy azt higgyük, hogy tudunk dolgokat, de nem segít legtöbbször a működésben. Tehát legtöbbször ez az azonosulás a gondolatainkkal, elképzeléseinkkel, dualitásainkkal, ez nagyon sokszor nem segít, de nagyon sokszor segít. És amit beszélt, hogy lineárisan, hát igen, egyik pillanat itt nekünk a másik után következik, de azért, mert ezt így mondjuk el. Honnan tudjuk, hogy ez a pillanat és ez a pillanat azonos vagy különböző? Nem tudjuk. Vagy mondhatnánk. És amikor ez a linearitás, dualitás egy picit lebomlik, akkor ez bármelyik pillanatban újra tudod használni, újra tudod teremteni, és ez az az állapot tulajdonképpen, ami tud neked hosszú távon segíteni. És ez az az állapot, amit te saját belátásod, tapasztalatod által tudsz használni, mint eszközt a hétköznapokban, mert nem azonosulsz az érzelmeiddel, nem azonosulsz a gondolataiddal, hanem megleled azt a középpontot, azt a mozdulatlan, de örökké létező, tapasztalható, de el nem mondható, hiába pofázok itt, el nem mondható dolgot, ami teret ad az egésznek, és ami megadja a lehetőséget, hogy ezeket használd, mert ezeket valami teremti, és ne azok használjanak téged. Így módon, amit mondtál, hogy akkor átadok, akkor így megfordul az egyenlet, és nem azt akarod, hogy a tudás legyen a tiéd, hanem te adod át magad valami nagyobb tudásnak, hogy működj benne. A leborulás is erről szól tulajdonképpen, hogy valami nagyobb részeként elismered magad, és el is mersz merítkezni benne.
és akkor a dolgok természetesen folynak, és pillanatról pillanatra helyesen kell felismerni a szituációt, helyesen kell kapcsolatot teremteni, és helyesen kell cselekedni. Azt kész. Köszönöm. Van egyéb kérdés? Az élet mikor érkezik meg a testbe, vagy ez a pillanat, amikor a test és a lélek egyéválik, ez mikor történik, vagy mit lehet erről tudni? Erről különböző iskolák különböző dolgokat mondanak. A jóga szerint valahol a 40. nap körül, ha jól tudom, akkor konkrét az eldök, de én inkább azt mondom, hogy nem tudom. Az, hogy mikor érkezik a testbe, az általánosan tulajdonképpen mindegy is. Mit szeretnél igazán tudni? Ezt, hogy a lélek igen, mikor érkezik meg a testbe. Melyik élet? Kinek az élete? Hát az, aki meg fog születni. Ki fog megszületni? A gyermek. Neked? Az ember. A te gyermeked? Általánosságban érdekel. Általános kérdésekre általában nem lehet jól válaszolni. És én nem is tudok. Tehát nem tudom, hogy azt a pillanatot nem tudnám megnevezni, hogy akkor, mostantól fogva ez itt már egy gyerek. Azt mondják, hogy amíg egyébként a kis buthákat, hogyha elolvasod, amit meg lehet kapni, abban ezek elég szépen le vannak vezetve, energetikailag, stb. Tehát így ott szépen fel van vázolva, hogy mi van, mi nincs. Én saját tapasztalatból nem emlékszem, hogy melyik napon volt az, amikor én, mint Marti Barna szerűség megjelentem, mint zigóta, és elkezdtem itt a formába egy kicsit beletüremkedni. Ugye a zen szerint van az a gyémánt szutrában, hogy a múltra, jelenre és jövőre tagolt tudat nem érheti el a megvilágosodást. És ezeket a dolgokat, mint ahogy a szív szutrát is, úgy el lehet tölteni velük egy kevés időt, hogy megemészteni ezt, hogy a múlt, a jelen és a jövő az is a mi kreálmányunk. Tehát valamiben szeretnénk, mint forma, kapaszkodni, hogy a létezésünket valamiféleképpen ratifikáljuk. És szeretnénk például azt is mondani, hogy az élet, hogy mikor jelenik meg az élet. Tehát az élet az mindig jelen van. Tehát nem te birtokolod az életet, hanem része vagy. És ilyetténképpen az, hogy mikor jelenik meg egy másodpercre, vagy tized másodpercre pontosan, hogy annak a csecsemőnek mikor kezd énség tudata lenni, vagy te mikortól akarod ráhúzni, az tulajdonképpen mindig a szituációnak a függvénye. Tehát gyereknevelésben is szeretnek mindig általános igazságokat mondani, hogy a gyereket mindig ta-ta-ta-ta, a gyerekkel sohase ta-ta-ta-ta. De hát tudjuk, hogy ezekben van tapasztalat, nem is akarnak rosszat, de legtöbbször az adott szituáció mindig felül tudja írni ezt a dolgot, és ez ugyanígy van az élettel is, hogy mikor jelenik meg. Látom, hogy nagyon szeretsz rendszerekben gondolkozni, szereted, hogyha valamit le lehet vezetni, akár tudományosan, de ez is egy kicsit egyfajta menekülés a formába. Ami a forma hasznos, mert ugye gerebjével nem olyan jó habot verni, tehát jó, hogyha a funkciót és a működést a különböző formáknál tudjuk, de a formafüggőség és ez az élettel kapcsolatban is általában inkább elfele mozgat az élettől, mint az élet felé. Tehát ha neked van egy konkrét kérdésed egy konkrét gyerekről, akkor azt akkor ott tedd fel, és figyelj arra, hogy mit mond a tér. És annál többet úgyse fog neked senki mondani, lehet, hogy Csongán szülim egy picit többet fog mondani, lehet, hogy én is, de azokból a mondatokból is, amik elhangzanak, azok érnek bármit is, ami hozzád elér. Ami nem az intellektusodhoz ér el, hanem valami, ami az intellektusod mögött ott van.
És ugye a tanításoknak is ez lenne a lényeg, hogy ezt nyugaton, főleg ezt az intellektuális, nagyon-nagyon erős páncélt, dinamikusan mozgó páncélt, ezt így kell néha így megkerülni, hogy ne is legyen sértő, de azért be is menjen mögé valami. És egyébként ezt a páncélt, ezt a falat, ez az, amit a gyakorlat során próbálunk egy picikét így szépen, szisztematikusan legalábbis átjárókat építeni rajta. Hogy amikor akarjuk, kinyithassuk, amikor meg nem akarjuk, akkor becsukhassuk. És ez a formának ez haszna. És az, hogy a forma, mint élet, mint életforma mikor jelenik meg, hát már megjelent. Köszönöm. Hogyan lehet jól kapcsolódni egy olyan édesanyához, aki túl szeret és megfojt, illetve még azt kérdezném, hogy a zen elutasítja-e azt, hogy megszüntetni a kapcsolatot ilyen esetben? A zen nem utasít el semmit. A zen az nem létezik. A zen az ugye tulajdonképpen azt jelenti, hogy egyéválás. És az egyéválást ugye, hogyha itt a zenben a egyből azt mondjuk, hogy válj egyé, ne hozz létre semmit. Hogyha a jogában nézik, ezt megelőzi egy csomó ezt tedd, ne azt tedd, ezt tedd a testeddel, ne azt tedd a testeddel, ezt tedd a lélegzeteddel, ne azt tedd a lélegzeteddel, ezt tedd a figyelmeddel, ne, és akkor utána jön csak ez, hogy a gyána, amiből jön a zen is egyébként. Ez a zen, az tulajdonképpen az egy látás. És az, hogy tehát nem egy filozófia, vagy egy vallási rendszer, az egy el is kell hallgatnom legtöbbször, amikor el, hogy mi a zen. Tehát a zen az pontosan az, amit te kezdesz vele. És azt tudod te kezdeni vele, amit az eszközei által, mint te, mint énség le tudtál építeni belőle. És ilyen szempontból az, hogy egy édesanya hogyan szeret, hogyan nem szeret, ugye egy felnőtt nő vagy, rálátsz, feltetted a kérdést, meg is határoztad, ezzel valamit akkor tudsz kezdeni, hogyha meglátod egyrészt a szabadságodat a szituációban, másrészt a felelősségedet, harmadrészt pedig a felelősségednek ugye a határait. Egy ilyen, mondjuk egy túlszerető anyával ezek a határok az általában nehezen betarthatók, sőt, legtöbbször fel sem ismerhetők. És éppen ezért később is kapcsolódási problémákhoz vezethetnek, mert nem tudjuk azt, hogy az embereknél meddig lehet elmenni. És egyébként ugye nincsenek emberek, hanem szituációk vannak. Mert mi sem vagyunk ugyanazok különböző szituációkban. Az, hogy te ezzel mit kezdesz, hogy hol határozod meg a határt, az a te látásodnak a függvénye, és egy pici ajánlás, hogyha lehetne, hogy próbáld meg, ha lehetséges, minél minősítésmentesebben látni a szituációt. Tehát az, hogy valami történik egy kapcsolatban tényszerűen, tegyük fel az neked sok, az egy dolog, de hogyha elkezdesz ebbe energiát adni, hogy ez már pedig rossz, és ez már pedig ezért kell megváltoztatni, stb., akkor úgy kiöntöd a fürdővízzel a gyereket néha. Tehát csak lásd tisztán, csak azt, ami van, és pillanatról pillanatra próbáld azt tenni, ami a legjobb látásod szerint helyes. És ne akarj egy jobb látást annál, mint ami van, mert nincs. És a családban pedig ez különösen kiszokott jönni, hogy hát jó, akkor én most újjászülettem, vagy elmentem egy hétvégi spirituális önismereti táborba, és kaptam 3 beavatást, és hazamegyek, és ugyanúgy veszekszem tovább az anyámmal.
Tehát ezek nem két nap alatt alakulnak ki, annó sem ezek a karmák, és nem, általában nem két nap alatt oldódnak meg, ugyanakkor meg egy pillanat alatt meg tudnak oldódni. Csak ezt a pillanatot, ezt meg tudod tartani. Mert ugye vannak bizonyos, a karma az nem más, mint bizonyos tendenciák, bizonyos hajlamok, ugye még formát nem öltött, de hogy valahol olyan félformális hajlamoknak az összessége, ugye ezért van az is, hogy halál után ezek így egybe tudnak maradni, és akkor keresnek egy olyan helyet, ahol ezek meg tudnak maradni, mint ahogy a gomba az a nedves helyeket szereti, meleg helyeket, a mit tudom én még más. Ugyanilyen karmikusan, ugye valamiért te az anyádhoz születtél, megvannak ezek a hajlamok, megvannak ezek az irányok, és ezeket egyik napról a másikra így nem könnyű átalakítani, mert ez egy folyamat sokszor. De folyamatot se lehet csak annak a minden pillanatában megváltoztatni. Tehát ha ez a pillanat tiszta, akkor a folyamat is tiszta. Ha ebben a pillanatban helyesen látod a szituációt, akár anyáddal, akár mással, akkor helyesen tudsz cselekedni. Ha pedig valamit elhibázol, akkor egy kicsit gyakorolsz tovább. De legalább odafigyelsz, és nem veszed a saját véleményedet 100%-osan tutira. Mert ez a legnagyobb hiba, amit elképzelhetünk, hogy akkor már pedig nekem van igazam. Nézzük meg, hogy ez a nekem, és az a másik ember, akivel ugye együtt töltöttünk jó néhány évet, még egy testben is egy kicsit ez a... Nekem ez... Hol van az a közös platform? Hol van az a keresztmetszet, ahol mi tudunk beszélgetni? Mert annélkül nem érdemes semmit csinálni, hogyha nincs egy közös szeretettér vagy szabadságtér, mert abból csak horzsolás lesz, és kaparászás, és fájdalom. Tehát érdemes megtalálni. Ha pedig nem találod meg, vagy úgy érzed, hogy ez lehetetlenség a másikkal, akkor aszerint cselekszel. De ne edd magad rajta, amikor nincs itt most, nem látom itt körülötted sehol. Például az édesanyádat se túl szeretni, se nem túl szeretni. Tehát most pontosan ez a jó, hogy itt ülsz és beszélgetünk. És ez az, ami akkor is fog segíteni, hogyha vele ülsz és vele beszélgetsz. Hogy azt lásd, és hirtelen azt, ami akkor ő ott. És ne az, amit az előtte való években már te is azért úgy ráakaszgattál, hogy mert ő ilyen, stb. Nem egyszerű, de legalább meg lehet próbálni. Már csak azért is, hogy saját magadat egyrészt megkíméld egy kicsi felesleges energiaveszteségtől, amit szenvedésnek is nevezhetünk. Másrészt pedig, hogy ne tápláld a másik oldalon esetleg a hibás magatartást, hogy ezt újra termelje unos-untalan mahakalpákon keresztül, de legalábbis éveken keresztül. Ennek is se jó. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés esetleg? Abszolút kezdő vagyok mindenben, tehát soha nem jártam ilyen helyen sem, amit nem tudok semmiről. Nagyon jó. Viszont itt az ülő meditáció alkalmával néhány tized másodperc, vagy néhány másodpercre volt egy ilyen, többször ilyen, hát ilyen nem tudom, ilyen semmi, ilyen tök jó semmiség. Azon nem tudom, ugye? Igen, de még a lábamon is éreztem annyi a pár másodperc, és utána azon elkezdtem gondolkozni, azonnal jöttek a mindenféle tervezgetések, meg nem tudom, mindenféle olyan dolgok. Aztán megint sikerült, aztán már ideges lettem, és visszaerőltettem oda magam, de akkor nem annyira sikerült, hogy ez lenne az, amit ilyenkor el kellene érni, és ez az állapot tud abban segíteni, hogy mondjuk meg tudjam különböztetni a saját karmámat más karmájától, és ez az az állapot, ami ha hosszabb ideig tart, vagy erre kell törekedni, hogy ez az állapot tartson órákig, napokig akár, és ez fog tudni segíteni minden ilyen tisztánlátásban? Ó, de sok mindent vársz ettől az egyet. Kicsi állapotos, kicsi pillanatocskától. Először is a kezdőszellemet tartsd meg. Már is kezded elveszteni a kezdőszellemet, mert már is kezdenek elvárásaid lenni a gyakorlattól. Ez nagyon fontos, hogy ezt mondjuk, hogy maradj kezdő,
Azzal kezdted, hogy kezdő vagy, maradj is kezdő, viszont a gyakorlatot végezd, és ne az építgetést, a sufnizást odabenn. Volt egyfajta tapasztalatod. Ez a tied. Ezzel azt kezdesz, amit akarsz. De hogyha elfogadsz egy tanácsot, akkor ne akard ezt a tapasztalatot legyártani újra. Mert nem fog sikerülni, csak valamiféle mondtad, hogy bele akartam, visszaerőltettem. Nem lehet visszaerőltetni. Tehát ennek meg lehet teremteni a körülményeket. Ez a forma, tehát ez az ülő gyakorlat. Ezáltal, hogyha egy kicsit lecsendesedik a test, lecsendesedik tudat meg érzelem, akkor egy picit jobban rálátsz arra, ami benned működik. És igen, ez használható. Ez használható, de hogyha meg akarod ezt tartani azért, hogy én ezt most használom, akkor megint csak félremész, és megint legyártasz egy téves nézett halmazt, amivel megint csak szenvedést fogsz okozni valószínűleg magadnak és másoknak. Tehát, ha már idáig eljöttél, hogy kipróbálod, és egy gyakorlatban valamiféle villanás volt, amit érzed, hogy ott valami van, ez a nem tudom, na ez a nem tudom, ezt tartsd meg ezt a nem tudomot, és a gyakorlatot tett köré. És ezt a nem tudomot, ezt az érzést, ezt nyugodtan vidd át az életbe is, amikor nagyon tutira úgy gondolod, hogy tudod, hogy miről van szó. Mert valamiért, valamitől segítséget várnál. Látom rajtad, hogy nagyon szeretnél valamiféle segítséget. De ezt a gyakorlat által te úgy tudod megkapni, hogyha elhárítod az akadályokat. Direkt nem mondom, hogy te magadnak adod meg, mert nem. Mert ne gyártsunk le még két önmagamat, hogy akkor szeretem magamat. És van egy olyan magam, ami szereti az magamat, a másik magam meg az nem szereti, és akkor már végén annyi avatárunk van, hogy azt se tudjuk, hogy mit kell kezdeni. A zen az összes formával ezt teszi, hogy visszatérünk elé, és megtartjuk ezt a pillanatot. De ha meg akarjuk tartani, nem tudjuk megtartani. Ugye, sokszor a traumák tartanak bennünket az ilyen helyzetekben, azért igenis lehet szenvedésfüggőség is az emberben. Mert akkor legalább úgy érezzük, hogy valami történik, hogy élet van. Ugye a Hanvas Béla, ahogy mondta, a háborúban nincsenek depressziósok. Valamiért ilyen hülyék vagyunk, hogy a szenvedést helyezzük a dolgok elé, és vegyük észre, hogy ez nem szükséges. Legyen annyi elég, hogy ezt mi meg tudjuk csinálni. És ez a szenvedés tulajdonképpen, ha úgy tetszik, ez a sok forma, amit te kapsz, egy leborulás, ülés, éneklés, ilyen szabály, olyan szabály, azzal egy picit ezt a formával, azt a kényszerítést próbáljuk elejétvenni, a kényszerítésnek próbáljuk elejétvenni, amit egyébként a dharma, ami az dharma, az az élet, úgyis elét fog tenni előbb-utóbb. Tehát inkább borulj le itt százszor, mint es pofára az aszfalton egyszer, és akkor egy évig gyógyulsz utána. Tehát ezt a gyakorlatot, ha már megtaláltad, és úgy érzed, hogy de csak ha úgy érzed, hogy segít, akkor próbáld ezt megtartani ebben a nem tudom, és ne akarod, hogy ez fog segíteni? Hát nem tudom. Tartsd meg ezt a nem tudomat, ne akard előre megoldani az összes problémádat, mert az összes problémád az ebből a pillanatból indul, és ebbe a pillanatba érkezett meg. Tehát amikor tovább élsz, innentől fogva most már tudod, innentől fogva már ez a pillanat az, amikor bármit is tehetsz. Ez a pillanat, ami elkerülhetetlen, és ez az a pillanat, amikor te beleszólhatsz az egész dologba. És ezért ne helyezd ki az energiádat a múltba, a jövőbe, jelenbe, másokra, hanem vedd észre az, hogy mi van, mi ez. És akkor a legjobb hozzáállásod szerint élj. Ennél többet nem tudsz tenni, de ezt lehet fejleszteni. És hogyha ez egy idő után mondjuk ad neked visszajelzést, hogy mondjuk pozitív irányba ford az életed, azt se hidd el, tehát arra se cuppanj rá. Ugye, sokkal könnyebb egyébként rá benne ragadni egy jó létbe, mint egy szenvedésbe. A szenvedésből legalább ki akarunk jönni. De a nagyon jól lét, a nagyon gazdagság, úgy mondjuk, akkor megvan a tuti, megvan a ház, megvan a kocsi, még talán az egészség is,
hát akkor ígyunk. Van valamiféle ilyen self-destruction program az emberben, ami nem jó, nem rossz, csak nézzük meg, hogy honnan jön. Tehát ahhoz se ragaszkodj, hogyha valami nagyon jóra fog, ahhoz se, hogyha valami nem rossz. Egyik se te vagy. Mi vagy? A padló barna. Úgy tanultuk egyetemen, hogy egy tárgyalásra legalább kétszer annyit kell készülni, mint amilyen hosszú lesz a tárgyalás. Egy óra, akkor két órát készül rá. Ezzel szemben itt valami olyasmit tanulunk, hogy intuíció. Ezt gyakoroljuk a Cohen interjúkon, és erről szól ez a mondás is, hogy gondolkodtam. Hiba volt. El tudom képzelni, hogy itt is egy valamiféle középutat kellene keresni, meg szituáció függő, meg irányvétel függő, de én mégis úgy érzem, hogy ez egy... Tulajdonképpen ez egy ilyen szélsőséges döntés, legalábbis az én esetemben. Manapság, ha elmegyek egy megbeszélésre, gyakorlatilag nem készülök rá. Régen készültem. Nem érzek különbséget, hogy melyik volt a jobb, vagy éppen a rosszabb. De mintha a zene ezt tanítaná, és úgy érzem, hogy működik is, hogy legalábbis sokkal inkább eltolni az intuíció irányba a működésünket. Tehát mégsem készülni arra a megbeszélésre annyit. És én ezt még egy olyan helyzetben is el tudom képzelni, amikor mondjuk az atomháború elkerüléséről tárgyal két politikus, és még akkor is most azt érzem, hogy nem biztos, hogy arra van szükség, hogy tanácsadók tucatjai készítsék fel az egyik és a másik felet, hanem abban az adott helyzetben az intuíció sokkal többet segíthet. Jól látom-e, hogy azért toljuk a működésünket az intuíció irányába, és mégsem középen van, jelentsen bármit is az a közép. Ez lenne a kérdésem, nem tudom, mennyire volt érthető. Hát egy tárgyaláson, ugye, tárgyalási technikából tanítják, hogy aki először megszólal, az veszített. Tehát van értékesítésben, van egy ilyen pont, hogy na, ki bírja tovább ezt a csendet. És tárgyalában, hogy ki a jelenlévőbb. Tehát általában az, hogy információ, az azért néha azért kell, főleg, hogy atomháborúkról beszélgetünk, én még nem tárgyaltam atomháborúkról, de valószínűleg azért érdemes tudni valamit. De megint csak az van, hogy ez, hogy az elején készültél egy tárgyalásra, meg most már nem készülsz. Na de mennyit készültél, míg már nem készültél? Ugye? Tehát a kettőnek az elegye, az mikor jelent meg? Tehát mikor tudsz például egy hangszeren annyira játszani, hogy egyből felmész a színpadra és improvizálsz jól? Tehát úgy, hogy az élvezhető legyen és tényleg zene legyen. Tehát nem elvetendő azért a belefetszölt energia, mert hogyha készülsz valamire, akkor azt jelenti, hogy legalább addig, ameddig készülsz, addig a figyelmedet erre a dologra összpontosítod. És ez vizsgázásnál is így van egyébként, hogy ha készültél, akkor vizsga előtti napon ne tanulj. És akkor jön rám ez a nem tudom. Ez az érzés, hogy semmit nem tudok, de tudod, hogy készültél. Ha semmit nem készültél, akkor tanulj, mint az állat az előtte való napon, mert akkor talán sikerül. De ez az egyensúly egyébként, hogy a beletett kognitív, odafigyelt technikai energia, hogyha kicsit magára hagyod, akkor működik ötvözve azzal az intuitív energiával, amit egyébként gyakorolsz. Tehát nem tenném egyik mellett se le a voksot, ezt nagyon jól lehet használni. Tehát a tapasztalatokat azért ne dobjuk el, de ne is függjünk tőle. A formát, hogyha már megszülettünk, kell használni, de akkor kell használni, mikor tisztán látod a formát, tisztán látod a működést, tisztán látod a szituációban a te helyedet. És ez nagyon fontos egy tárgyalásnál, tehát az, hogy
Készülj nyugodtan rá, de előtte, ugye, mint amikor mielőtt bejönnél az interjúszobába, szépen dobjál le mindent. Hál' Istennek legtöbbször spontán megtörténik, és a kérdéseket 90%-ban elfelejtik az emberek, mire bejönnek. Néha még magát a kohant is. De menj egy, hogyha már készültél, akkor a felkészületlenek nyugalmával lépj be nyugodtan a tárgyalásra. Úgyis az van, ami van. Ugye? De azért érdemes, mondjuk, hogyha egy western kocsmába mész, azért jó tudni, hogyha van töltény a pisztolyodban. De az is jó, hogyha nem kell használni. De az, hogy el tudj dönteni, hogy használod vagy sem, oda azért kell a felkészülés. Tehát ez, amiről beszéltem, hogy nem, ugye folyamatosan beszéljük a tiszta térszerű, tükörszerű tudatot, de azért mellette az a tapasztalat, ami ennek a kereséséig elvezetett, az nem elhanyagolandó. Ugye megint Hamvas Béla jut eszembe, hogy nincsenek átléphető lépcsőfokok. A zen körben szintén ez majd nincsen rövidítés, mert ha rövidítesz, akkor visszapattansz. Tehát szépen, pillanatról pillanatra. Az, hogy te hogyan tárgyalsz, hát működik az üzlet. Hát, hogyha valamennyire nem működne, akkor nem lennél itt, gondolom. Szóval csak lásd tisztán, hajd tisztán, és akkor tárgyalj. Ne akar receptet rá, de ez egy recept. Van még esetleg kérdés? Van itt egy kérdés. És ott van egy mikrofon. Azt szeretném kérdezni, hogy az előbb beszéltél arról, hogy az ember átadja magát a tudásnak, nem ő szerzi meg a tudást, hanem magunkat adjuk át, ugye? És hogy utána már nincs más dolgunk, csak helyesen élni, helyesen dönteni, helyesen cselekedni, valami ilyen. Ez volt a vége ennek a gondolatnak. Helyes szituáció, helyes kapcsolat, helyes cselekvés. És igen, és azt szeretném kérdezni, hogy azt honnan tudjuk, hogy mi a helyes? Az intuíció? Megint csak oda térünk vissza? Jaj, vagy az mi lesz a vissza? Honnan fogjuk tudni, hogy az tényleg helyes volt akkor, éppen ott? Nem fogod tudni. Nem fogod tudni, viszont... fogod érezni valamilyen szinten. Tehát fogod érezni, hogy na, ez, hogyha belegondolsz, akkor egyrészt jön egy olyan aha érzés, és ez nem az az aha érzés, amikor Hitler lerohanta Lengyelországot. Bár nem tudom, hogy akkor hogy érezte magát. Ez mekkora döntés volt. Fontos, hogy ezt a döntést ugye mindig, az ember mindig a legjobb, lehető legjobb látásával, legjobb tudásával hozza meg. Ezért is mondom, hogy az egyetlen igazi bűn az a tudatos rossz akarat, amikor tudod, hogy rosszat teszed. Mindenki szeretni szeretne, mindenki szeretetet szeretne adni, kapni, tehát mindenki jól élni, mindenki boldog szeretne lenni, csak nem mindegy, hogy milyen áron, ugye? Mennyire vesszük ebbe bele a többi embert is magunk körül. És az, hogy egy döntés most helyes volt, vagy nem volt helyes, nincs helyes és nem helyes, meghozott és nem meghozott döntés van. És az intuíciót, hogy annyit emlegetjük, és már nem tudunk semmit kezdeni vele fogalmilag, azért emlegetjük annyit. Tehát nagyon szeretnénk intuitívek lenni, de mivel annyira szeretnénk intuitívek lenni, hát ezért inkább építünk magunknak valami intuícióféle érzetet, és akkor azt követjük mindaddig, amíg nem csalódunk benne. Hát ezt próbáljuk ennek az intuíciónak az útjából próbáljuk a gyakorlat által eltávolítani az akadályokat, hogy ugye, ahogy a Szívszutrában van, hogy a bodhiszattvának akadálytól mentes a tudata. Tehát a mély meghaladó bölcsesség, a bodhiszattvának a... Hogy van? A meghaladó, igen, nagyon jó, köszönöm.
bodhisattvának a meghaladó bölcsesség által akadálytól mentes a tudata. Tehát mi az a meghaladó bölcsesség? Ezt keressük, ami ugye meghaladja a dolgot, átmegy rajta, nem hagyja figyelmen kívül, de meghaladja, tehát ennél egyel fennebb megy. De ez az egyel fennebb, ez is csak egy olyan hierarchikus elnevezés, amihez kezdünk ragaszkodni, hogy akkor ez jobb, ez rosszabb. Sun Tzu azt mondja, hogy ne hozz létre jót, ne hozz létre rosszat. Csak pillanatról pillanatra tedd a dolgod. És az, hogy ez a döntés helyes vagy nem helyes, azt nem tudod te eldönteni, és nem kell, nem lehet minden döntés mellé egy tárgyaló termet nyitni, és lamentálni pillanatról pillanatra. Ha megteszed a dolgod, akkor működik, vagy nem működik. És hogyha a gyakorlat mellett mondjuk észreveszel valamiféle folyamatot, valamiféle energetikai folyamatot, most a gyakorlatról beszélek, hogy a gyakorlat egy olyan életről, amiben jelen van valamiféle praxis. Hogyha észreveszed, hogy bizonyos dolgok már megváltoztak, hogyha így megnézed statisztikailag, bizonyos érzetek megváltoztak, bizonyos viszonyok, bizonyos kapcsolatok megváltoztak, azért azt nem érdemes teljesen figyelmen kívül hagyni, hogy mi az, ami megváltozott, mi az, ami másképp működik, esetleg könnyedébben, hogy ne azt mondjam, hogy jobban. És ebből mondjuk egy picit lehet arra következtetni, hogy az irányvételed megfelelő-e, mert hát bár mondjuk, hogy sok munka van, munka, és vér és veríték, és nem könnyű, ami igaz is, meg nem is, de végső soron azért szeretnénk jól érezni magunkat a bőrünkben, és ez azért valamiféle, egy idő után valamiféle indikátora ennek, hogy a döntések, amiket hozunk, az élet, amit élünk, az akadálymentes-e. És az intuíciókat így módon, akár néha így, akár utólag vélet fedezett fel az, hogy itt jelen volt, és nem hallgattam rá. Legtöbbször ez van, hogy tudtam, mikor mondjuk, hogy tudtam, de ha tudtad, akkor miért nem csináltad akkorot? De mégsem hiszünk neki, mégsem bízunk annyira. De próbáljuk ezt a dolgot mindazonáltal csiszolgatni, hogy koninterjúnkon is, ami most ugye nem volt egy naposan, de hogyha jöttök egy haladóra, akkor ott már lesz, hogy ezt próbáljuk csiszolgatni egy picit, hogy ebben egy picit bíz jobban a jelen pillanatban. És hogyha ezt egy picit jobban a barátoddá teszed, és nem függsz annyira a gondolkodó, mérlegelő, ítéletalkoló tudatodhoz, tehát nem függsz annyira tőle, akkor tudsz tisztábban tudsz látni, tisztábban tudsz kapcsolatot teremteni, és helyesebb döntéseket tudsz hozni, helyesebben tudsz cselekedni. Aminek az a hozadéka, hogy kevesebbet szenvedsz te is, kevesebbet szenvednek a körülötted lévők is. Hogyha te úgy érzed, hogy nagyon-nagyon sok mindent elértél, de körülötted mindenki szenved, akkor érdemes egy kicsit átgondolni ezt a dolgot. Mint ahogy Feldmár András is mondta, hogy én hiába mondom neked, hogy én nagyon szeretlek téged, hogyha te úgy érzed, hogy nélkülem az élet sokkal könnyebb. Még egy kérdésre esetleg. A volt párommal abban a kapcsolatban én áldozatként éltem. Ezen mi túl vagyunk, ezt mi lezártuk, viszont most felmerült bennem a kérdés, hogy mint áldozat, nekem vajon kell-e bocsánatot kérnem azért, hogy őt elkövetővé tettem? Szeretnél? Nem tudom. Hogyha ez felmerült benned, és szeretnél, de ő ezt mint elkövető mennyire fogja díjazni? De már nem. Egyáltalán az áldozat szerep az érvényes-e? Most áldozat vagy? Nem. Tehát most miért követni? Lehet, hogy csak visszahoznád ezt azt a dolgot a térbe. Szeretnél megint áldozat lenni? Egy kicsit. Ha nem is másképp, csak szeretem úgy... Szeretem azt a szerepet, igen. Ugye, hogy azért nem olyan rossz azért a Stuart Máriának lenni. Igen, vagy. Szóval
Ezek, hogyha feljönnek ilyen gondolatok, hogy ilyen kacifántosan, ugye sokszor a passzív agresszió az azért veszélyesebb, mert kevésbé tetten érhető, mert ugye az áldozat is agresszív, és talán ez jött be neked a képbe, hogy igen, az áldozatban ugyanúgy megvan az agresszió, mint az elkövetőben, de ne hozz létre se elkövetőt, se áldozatot. És hogyha most szépen ez eszedbe jutott, ezt egy kvanszen bosszállal nyugodtan küld vissza oda, ahonnan jött, és a következő pároddal, meg talán akkor már nem fog ez érvényre jutni. Amennyiben mégis, akkor az jelentheti azt, hogy ezzel a dologgal még van valami dolgod. Tehát általában ugye azok a dolgok bukkannak fel életünkben, akár gondolatainkban, akár érzelmeink között újra meg újra, amivel van valami dolgunk. Ugye, ha a kocsi jó megy, nem viszük szervizbe, de ha folyamatosan valami, akkor újra és újra elvisszük oda, ahol ezt meg tudják nézni, aztán amíg ki nem cserélik után, akkor már megint jól megy. Kicsit magunkkal is ezt csináljuk, de nem mindegy ugye, hogy milyen fázisban megyünk el a szervizbe, és nem mindegy az se, hogy milyen, mekkora árat kell fizetni az okozott kárért. És azért ajánlatos például mondjuk ezt az ilyeneket ülő gyakorlat vagy leborulás közben elvégezni, mert ugyanúgy át lehet ezeket látni, ugyanúgy tovább lehet engedni, mint hogyha ebből egy tányérdobálós tárgyalás lenne, és akkor az egy idő után abból lenne elegedés, az késztetné téged vagy a párod egy olyan belátás, hogy jó, akkor ennek most legyen vége. Tehát nem mindegy, hogy milyen szinten, milyen energetika formának, melyik fázisában fogjuk meg a formát, tehát az alakváltozást. Ugye, mint mondja Müller Péter, hogy gyerekkorában még a hiéna is aranyos. Tehát az elején a problémák sokszor nem tűnnek problémának, hanem pontosan, hogy jó, hát ez nagyon jó. Tehát idejében lássuk meg, idejében helyezzük a látás terében, a fénybe, és akkor még idejében el tudjuk dönteni, hogy ezzel mit kezdjünk. És ha visszajött, akkor pedig nyugodtan itt, ez pont elég, hogy ez itt felbukkant. De hogyha már elkezdett vele foglalkozni hosszabban, akkor ennek elkezdesz energiát adni, ez elkezd valahol működni, elkezdi vonzani azokat a dolgokat, amiket most nem ijesztegetni akarlak, csak hogy a működést vázolom fel. Ezért mondjuk, hogy bármi, ami jön és megy, azt megnézzük, ránézünk, nem menekülünk előle, nem megyünk utána, csak szépen meglátjuk és engedjük tovább menni. És azt keressük, ami ezt az egészet látja és teremti. És több dolgunk nincs is ezzel. Még egy utolsó kérdés. Mi a különbség az egyévállás és azonosulás között? Az azonosulás az ilyen, az egyévállás az meg ilyen. És az eredményben? Fogalmakba akarunk megint belekapaszkodni. Valamilyen szinten bele is lehet. Nagyon nem mindegy, hogy az egyéválásnak az iránya az, hogy mekkora teret töltesz be, az merre működik. Tehát vannak, ugye, előadók, akik belépnek egy hatalmas terembe, és mindenki észreveszi őket valamiért, azért, mert van egy olyan kisugárzásnak nevezett valamiük, ami ezt az egészet létrehozza. És akkor az emberek ennek a terében benne vannak, önkéntelenül is egyé válnak valamilyen szinten ennek az embernek a személyiségével. De sokszor ez a személyiség attól erős pontosan, hogy bár személyiség, de nincs benne akkora énség, és
ezeket az emberek, ezek szabadon jöhetnek, mehetnek ki és be ebbe a térbe, és éppen ezért ezt egyfajta segítségnek, szeretetnek érzik meg, és nem kényszernek. Ugye az azonosulás az pedig, ott van egy picike kényszerítés is, nem annyira természetes, mondjuk, hogy most emberekről beszélünk megint, akkor sokszor az azonosulás mellé oda van téve egy ideológia, egy dogmatika, ami mögé oda van téve egy félelem, oda van téve egy vakfolt, ami az embereknek az énségében benne van, aminél fogva meg lehet őket fogni, aminél fogva lehet ugye akár manipulálni is, aminél fogva lehet őket azonosítani bizonyos dolgokkal, ami által ugye lehet velük csináltatni ezt, meg azt, meg amazt. De egy picit másik irányból közelítve meg az egyéválást és az azonosulást, hogy az egyéválásban te feloldódsz az univerzumban, ugyanakkor megmarad ugye a jelleged, mint működő, ugye a óceánban a cseppséged még megmarad. Az azonosulás az inkább a kis gömböc, amikor mindent szeretne bekebelezni, mindent szeretne, még ez is én vagyok, tehát úgy szeretne határtalanságot elérni, hogy közben maga körül mindent elpusztít. Mindenre rátapad, mindent én, és hogy érezzük, hogy ez egyre kevésbé mozgékony, egyre terhesebb a környezet számára, egyre durvább. Ezt csináljuk, mint emberiség jelen pillanatban például a Földdel. Hogy én. Ugye a szükségeket ki lehet elégíteni, a mohóságot nem. Az azonosulás az inkább mohósághoz vezet, mert az énséget akar építeni, az egész világból azt akarja, hogy én legyek az. Az egyéválás az pedig észreveszi, hogy már én vagyok. Már nem én vagyok. Tehát az ugye a két mozdulat, amit az a neti-neti és a tattvamasi, bár ez nem a zenhez tartozik, az a mindenre azt mondja, hogy ez is én vagyok. És akkor ez szépen kiakasztja a kognitív tudást annyira, hogy végre találd, hogyha víz van előtted és szomjas vagy, akkor így áll, és nézd, hogy én vagyok, vagy ne én vagy, nem én vagyok. Summa summarum, tehát az egyéválás és az azonosulás akár még ugyanaz is lehet, de nem mindegy az irányvétel. És az irányvétel, azaz a hogyan, hogy visszatérjünk a beszélgetés elére, az nagyon-nagyon fontos, és a merre. Úgyhogy ha nincs irány, akkor bármilyen erősen, bármilyen nagy energiával csinálsz dolgokat, ugye fúlsz 60 lyukat félig, ugye most éppen kútfúrás volt itt az eredeti fény zen templomban, tehát hiába fúlsz 6 lyukat 3 méterre, mikor egy lyukat kellene 18 méterre, most megcsináltam a matekot. Viszont ha van irány, akkor minden nap csak egy ásol, nyomnyit ásol, és hát hogyha minden nap ugyanott ásol, akkor abból nagyon előbb-utóbb lesz valami eredmény. Tehát azért fontos az irányvétel, mert az egy picit legalább összeszedi az energiákat, picit összeszedi az embert, és ezért nem mindegy az, hogy milyen irányba indulsz el, egyrészt, másrészt pedig, hogy mennyi energiát és mennyi kitartást teszel egy irányba a haladáshoz. Én kívánom mindenkinek, hogy az irányt találja meg, remélhetőleg a zen iránytűit az eredeti fény zen templomban valamelyest megtalálta, a pólusokat működik, lehetőleg ne szenvedtessünk, és ne szenvedjünk annyit. Mindenkinek azt kívánom, hogy érje el a felébredést, és segítsen minden érző lénynek. Először maga körül, aztán meg messzebb is, hogy ez megtörténjen. És akkor, mikor ez bekövetkezett, akkor majd még találkozunk. Remélem. Köszönöm szépen.